Például ehelyett a sok évtizedes szekrény sor helyett is újakat építenek be hamarosan ebben a tanteremben. Összesen 78 helyisége újul meg a következő hónapokban a nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskolának és gimnáziumnak. Az intézmény csak nem 500 millió forintos támogatást nyert el a felújításokra. A munkálatok érinteni fogják az ajtókat, a padlózatot, a falakat, de új bútorokat és tanítást segítő eszközöket is vásárolnak majd. A közel 50 éves iskolaépület egy folyamatos használata, amortizáció következtében elve indokolta és szükségesé teszi a felújítást, a korszerűsítését. Egy másik szempontból, megközelítésből pedig maga a pályázat, amin erre a támogatást elnyertük, az a FOP 4.2.3.22-es kódszámot viseli, és címében pedig a gyakorlóiskolák infrastruktúrális fejlesztése, tehát ez egy olyan országos pályázat volt, amelyben minden gyakorlóiskola elméletileg részt vehetett. Ugye mi is gyakorlóiskola vagyunk, ez egy speciális intézmény, itt köznevelési feladatot is ellátunk, illetve hallgatók gyakorlati képzését is, és maga a pályázat célirányosan arról szól, íródott ki, hogy a hallgatók gyakorlati képzése, oktatása a 21. századi feltételeknek való megfeleltetés, korszerűsítés és felújítás címén történjék meg ez a fejlesztés. Komáromi István hozzátette, a beruházásnak szeptember végéig el kell készülnie, a kivitelezőnek éppen ezért már tavasszal munkához kell látnia. A fejlesztés megvalósítása így az iskola vezetősége és pedagógusai számára is kihívást jelent, úgy kell ugyanis megszervezniük az oktatást, hogy minden tanórát meg lehessen tartani az általános és középiskolások számára egyaránt. Maga a projekt hivatalosan az elmúlt év őszén már elkezdődött, ugye a tervezéssel, szervezéssel, most a közbeszerzési folyamat tart, és szeptember 30-áig ténylegesen be kell fejezni a felújítást. Most ez egy nagy volumenű munka, és mint ahogy említettem, ugye közben tanítás folyik, hallgatóképzés is folyik, és emellett kell megoldanunk azt, hogy meg is tudjuk valósítani ezt a fejlesztést, korszerűsítést. Ugye említettem kihívás, hiszen ugye úgy kell ezt megoldanunk, hogy a felújítás elkezdése, folytatása mellett tanítanunk is kell. Vannak erre már elképzeléseink, volt erre már példa nem a régmúltban, közelmúltban, amikor hasonló helyzetben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani, nyilván ez egy fokozott figyelmet, koncentrációt, szervező munkát igényel tőlünk. A több mint 1000 diákkal működő Eötvös iskola vezetősége bízik benne, hogy a közeljövőben újabb fejlesztésekre tudnak sikeresen pályázni. Mint azt az igazgató elmondta, a fűtésrendszer korszerűsítése és az épület külső szigetelése lenne időszerű az intézmény épülete számára.